Hello mindenki, sziasztok! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit félig meddig úgy csinálok meg, hogy nagyon meg szerettem volna már csinálni, mert tényleg szükség van rá, viszont valamilyen szinten szomorúnak is érzem, hogy erről kell beszélni és foglalkozni kell ezzel. Ami nem más, mint a kommentek. A komment részleg, az emberek és a hozzáállás ehhez az egész dologhoz. Szerintem azt nem kell elmondjam nektek, hogy nagyon szeretem, amikor kommenteltek. Imádom, hogyha olyan dolgokat írtok kommentbe, amivel egy beszélgetést tudunk elkezdeni, tudok nektek válaszolni, ötleteket adtok, nyilván jól esik az, amikor dicsértek, elismeritek a munkámat, és ez szerintem teljesen egyértelmű, erről nincs is mit beszélni. Viszont vannak olyan kommentek, amik felháborítóak. Előre is szeretnék elnézést kérni, lehet, hogy lesznek olyan részei ennek a videónak, amik tőlem is egy kicsit durvák, vagy esetleg hát vulgárisak, nem is tudom, hogy fogalmazzak, viszont szeretném nagyon egyértelműen elmondani nektek a véleményemet erről a dologról, és pontot tenni a végére, és tényleg ezt így lezárni. Nem sokára lesz egy videóm, nem tudom, hogy a következő lesz-e, vagy egy-két videó múlva, ami a pozitív gondolkodásról és a pozitív életről, tehát az élethez való hozzáállásról fog szólni. Szeretnék egyébként elkezdeni kicsit komolyabb témájú, kifejtősebb videókat csinálni nektek, és úgy gondolom, hogy az egy jó téma lesz ahhoz, hogy ezt elkezdjük, viszont elsősorban most nem erről szeretnék beszélni, hanem a fő témáról, a kommentekről. Nyilván azt mindenki tudja, hogy ha nem is jártas a komment részlegbe, hogy rengeteg ember csinál hamis profilt, igazából igazi név nélkül, igazi kép nélkül, tehát egy álca mögé rejtve van egy ember, akinek konkrétan az a szórakozása, hogy a komment részlegbe kiélje magát azzal, hogy másokat szíd, aláz, gyaláz. Nem szeretném hosszúra nyújtani egyébként ezt a videót, úgyhogy nagyon gyorsan elmondom, hogy hála az égnek, nekem semmi bajom nincsen magammal. Nyilván vannak olyan videóim, ahol elmondtam, hogy nagy az orrom, ez a bajom, az a bajom, de ezek nem olyan dolgok, amiktől én Dunának megyek, vagy leugrok a hídról, vagy akármi. Úgyhogy szerencsére tényleg azt mondhatom, hogy én rendben vagyok magammal, az életemmel, a családommal, a párommal, mindennel rendben vagyok. De vannak olyan emberek, és youtuberek is vannak olyanok, akiket ezek a kommentek iszonyúan megviselnek, gyerekek. Akik írják ezeket a kommenteket, igazából tök lesz. Ezeket, és tényleg ne haragudjatok, de ezt muszáj elmondani, mert egyszerűen szétrobbanok tőle, hogy ezek léteznek, és ezek vannak. És persze, tudom, majd most akkor biztos jönnek azok, akik írják nekem, hogy ti vállaltátok, el kell ezt fogadni, és blablabla. Nem kell elfogadni. Tehát ez az én csatornám, mindenkinek, aki YouTube-ozik, a saját csatornája. Ő dönti el, hogy milyen vibe van azon a csatornán, mi az, amit megenged, mi az, amit nem enged meg. Én most szeretném nektek elmondani, hogy az én csatornámon pozitív dolgokat szeretnék látni. Tehát amikor én bemegyek a komment részlegbe, és görgetek a videóm alatt, azt szeretném látni, hogy ott jó kedv van, mindenki boldog, örül a dolgoknak. Nyilván nincsen azzal bajom, hogyha ti leírjátok, hogy fú, Rebeka, ez a smink tök szar lett, nem tetszik. Jó. Oké, leírjátok, hogy különböző méretű a szemed, nem jól áll a, nem tudom én, szemöldököd, vagy akármi. Ezzel nincsen semmi bajom, főleg akkor nincsen semmi bajom, hogyha építő jellegűen mondjátok. Nagyon sokszor van, hogy olyanok írnak a videóim alá, akik tudnak sminkelni, és nagyon jó építő kritikákat írnak le, olyanokat, amit azután meg is fogadok, szoktam azokra válaszolni is, imádom a negatív kritikát, ha építő jellegű. De az olyan kritikákat, amiket majd mindjárt ide be is fogok vágni, és olyan kommenteket, amik trágárak, és nem a nézőimnek valók, tehát azzal nyilván tisztában van mindenki, hogy nem csak 18 pluszosak néznek, vannak itt kicsik is, és nem arról kellene szólnia ennek az egész dolognak, hogy bemennek a komment részlegbe, és konkrét ott találnak maguk előtt. Ez nem normális. És nem akarok úgy hangzani, mint egy, nem tudom én, 30-40 éves anyuka, de nem normális. Menj, nézd
ott, de ne írkáljál a videóm alá ilyeneket. Egy dolog van, amit nagyon gyorsan szeretnék még nektek elmondani, be tudnék állítani szűrőket, hogy milyen szavakat szűrjön ki a komment részleg, és azokat ne engedje ki, viszont nem fogom beállítani, hanem aki olyan kommentet ír, ami szerintem nem odavaló, és csak lehúz, és rontja az egész csatornámnak a hangulatát, és tényleg mindenét, azokat egész egyszerűen le fogom tiltani. Eddig nem foglalkoztam ezzel, az ilyen kommenteket szépen kitöröltem, viszont mostantól le lesz tiltva minden olyan ember, aki ilyen kommentet ír. Imádom a követőimet, viszont csak azért, hogy egyel több legyen, ezeket nem fogom hagyni, hogy bent maradjon. Itt van nálam egyébként a telefonom, és leszcreenshotoltam párat, amit ti már itt láttok néha felbukkanni, viszont van egy-kettő, amit szeretnék kiemelni. Van olyan dolog, ami egyáltalán nem érint meg, és nagyon könnyen kitörlöm, és nem foglalkozom vele, viszont vannak olyan dolgok, amik rosszul esnek, tehát vannak olyan bántó kommentek, amik azért egy kicsit meg tudnak nyomni. Itt van ez a képem. Ez alá sikerült egy olyat bekommentelnie ennek az embernek, látjátok ti is. Igazából nem tetszik, lehet kicsit többet gondolsz magadról, mint kellene, az a pöffet csúnya fiú megnyomta az egód. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ahhoz senkinek semmi köze, hogy én kivel élek együtt, kibe vagyok szerelmes, ha nekem ő tetszik, akkor neked ehhez semmi közöd. És ezt nem azoknak mondom, akik tényleg szeretnek és támogatnak, sőt, azoknak sem mondom, akik nem díjazzák, hogy együtt vagyok Bencével. A saját véleményetek, tudjuk jól, mit mondanak a véleményről, olyan, mint a s**tjük, mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikéra, úgyhogy légy szíves, tartsátok meg magatoknak, hogyha nem tudod szépen megfogalmazni, amit szeretnél írni, akkor ezt igazából hagyjuk is el. Nem csak az én komment részlegembe, Bencénél is szoktam találni azért csodákat, ezt még gyorsan kiemelném nektek. Természetesen megint csak név nélkül, profilkép nélkül, valódi személyazonosság nélkül. Mondanám, hogy megtalálom a nődet, de a oldalakon körülbelül 200-szor jobb nők vannak, amire ki. Az életben már nem olyan jó a helyzet, de mi a haveri társaságban csak ötsörösnek hívjuk az ilyen 10/4-es nőket, mint a barátnőd. Ötsör után már mindegy, jó az. Egy alkalomra részegen. Sajnálom. De te híres vagy, nem találsz ilyen jó kis csajokat? Elég jó a felhozatal a 20 évesek körében, a moslékja otthon marad, a többi finom kis meg rázza a seggét, megkaphatóak. Nehogy már ezzel vagy, hallod, mi bajod van? Most élj, ne 40 évesen, annyi szép 20 éves nő van, de a mi a fek is jók. Gyerekek, észnél vagytok? Tehát mi van veletek? Vannak olyanok is, akik a tartalmammal nem elégedettek, és alapvetően ezt is megérteném, de amikor olyan dolgokon vannak kiakadva ezek az emberek, akinek nem inge nem veszi magára, ami egy-egy szó kontextusból kiragadva, teljesen máshogy értelmezve, mint az, ahogy valójában van, vagy olyan dolgokon kezdenek el kiakadni, amihez egyáltalán nem értenek semmit, és mégis azt hiszik, hogy ők mindenkinél jobban tudják, és ezt mindenkivel meg kell osszák, és le kell álljanak veled vitatkozni. Az ilyen dolgok nagyon ki tudnak borítani. Emellett még egy dolgot szeretnék kiemelni, és le is szeretném zárni ezt a témát most és mindörökre, teljes mértékben, amikor trágárul megy a hiszti azon, hogy én kivel csinálok videót. Nekem vannak barátaim. Az ember a barátait megválogatja. Én azokkal barátkozok, akikkel én szeretnék barátkozni, és alapvetően ehhez is ugyanúgy, mint a párkapcsolatomhoz, beleszólni joga nincsen senkinek. Nyilván, megint mondom, tisztában vagyok vele, hogy én vállaltam ezt, hogy bárki írogathat nekem bármit, de én sem megyek oda hozzád, és kezdem el mondani, hogy úristen, te miért barátkozol a Klaudiával, vagy miért barátkozol a Józsival, amikor ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, és hogy egyáltalán nem jó, hogy vele vagy, meg nem tudom én micsoda. Ez nem a mi dolgunk, hogy megmondjuk egymásnak, hogy kivel barátkozhat, vagy kivel nem. Hogyha én most egy emberrel jól érzem magam, és szeretek a társaságába lenni, teljesen mindegy, hogy milyen okból, akkor én bele leszek. És nyilván ezt tudjátok ti is, vagy tudnotok kellene, attól, hogy írtok nekem egy ilyet, hogy ezzel a
Hol kell videót csinálnod? Hát ember, te hol élsz? Szerinted attól, hogy te ezt így leírod nekem, főleg úgy, hogy így írod le, szerinted majd én ettől nem fogok vele barátkozni? Tehát oké, már most sokkal hosszabb ez a dolog, mint ahogy szerettem volna, hogy legyen. Lényeg a lényegben, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy toleráljátok magatokat, gondoljátok át, hogy mit szeretnétek mondani, fogalmazzátok meg jól, főleg, hogyha negatív kritikáról van szó, akkor még kétszer gondold át, hogy biztosan meg akarod-e nyomni az entert és el akarod-e küldeni, mert mostantól az én komment részlegemben ilyennek helye nincsen, és mindenkit, aki így kommentel, tiltani fogok. És tényleg, ne haragudjatok rám, valamilyen szinten tök szar és sajnálom, hogy ezt kell csinálni, de úgy látom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megtartsuk a csatornámon a jó hangulatot, úgyhogy igen, ennyi lenne ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy nem lett túl erős, remélem, hogy el tudjátok ezt így fogadni, és tudjuk tartani ezeket a dolgokat, amiket kértem. Szerintem most nem is nyújtom hosszabbra ezt a kiköszönést, legyetek jók, legyetek pozitívak, következő videómban találkozunk, sziasztok!